József Attila születésnapja április 11-e, a Magyar Költészet napja. A jeles napra a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár is készül. Tomaszowski Anita, a könyvtár igazgatója vendégünk. Szia Anita, jó estét! Szia, köszöntöm a nézőket! Hát nyilván a kultúra napja ugye számotokra egy kimagaslóan fontos nap, és nyilván nem csak egy napról szól mindez az elhivatottság, hanem az egész évre jellemző, de hát mégis ilyenkor tematikusan sok-sok érdekesség vár a könyvtár látogatókra. Akkor egy pici ízelítőt, vagy egy kis, nem is tudom, kedvcsináló beszélgetést kerekítsünk. Mi mindenre várjátok az olvasókat? Így van, április 11-e alkalmából a Költészet napjára egy közösségi élményre invitáljuk az olvasónkat, olvasóinkat. Elhelyeztünk a kölcsönző térben egy papírusz tekercset, és azt szeretnénk, hogyha közösen az olvasóinkkal, látogatóinkkal megírnánk Nyíregyháza leghosszabb versét. Már vannak érdeklődők, és köszönjük szépen a sorokat, melyeket feljegyeztek ebbe a papírusz tekercsbe. Illetve április 11-én zenés költészet napi programmal várjuk a vendégeket. Karab Zoltán és Bartusz Zoltán zenészek lesznek a vendégeink április 11-én 11 órától. Délután 14 órától pedig lesz egy könyvbemutató ezen a napon. Hagyományosan minden évben a költészet napja alkalmából nálunk rendezzük meg a nyugdíjasok szokásos szavalóversenyét, melyet zsűrizünk, illetve hát az egész áprilisi hónap a költészetről szól. Ezt ajánljuk az olvasóinknak. Van egy külön nincs időm olvasni kihívás, Facebook kihívás Szabados Ágnes jóvoltából, és ezt minden hónapban mi is ajánljuk az olvasóinknak, és az, ugye a mostani havi téma az a költészet napja, hogy olvassunk minél több verset, vegyünk elő egy-egy szép verses kötetet. Egy picit visszakanyarodnék, visszatekernék a papírusz tekercsre, mert ez teljesen megcsikolta az én fantáziámat. Ez milyen hosszú? Mert hogyha most mondjuk ma este itt látják a nézők, és akkor özönlenek majd, és mindenki hosszú sorokat fog kreálni, akkor nem tudom, hogy milyen hosszú lesz, lehet, hogy egy ilyen eposz jellegű történetet kerekítenek ki a végén. Szóval mennyire vagytok felkészülve a... Úgy emlékszem, hogy egy 10 méteres papírusz tekercset vásároltunk, úgyhogy felkészültünk. Akár a másik oldalára is. És akár felvíteni. A másik oldalára is lehet. Hát természetesen nem mindenki tud saját verset írni, hát nem várjuk el, hogy költeményeket, de ha kedvenc versidézetet jegyzi fel, azt is nagyon köszönjük. Ugye nálunk van a Kamaszterasz, tőlünk indult ez a kezdeményezés, és ők is szívesen írnak ebbe a papírusz tekercsbe. Én úgy gondolom, hogy az egyik legjobb helyszín például, hogy az ember kortárs írókkal vagy költőkkel találkozzon, az maga a könyvtár. Milyen gyakran keresnek meg titeket mondjuk olyan költők, akik tényleg szeretnének face-to-face találkozni az olvasóikkal? Szerencsére vannak helyi költők Nyíregyházán, a megyében, és elég aktívak, tehát gyakran jelennek meg verses köteteik. Nagy Zsuka költőt ugye nem kell bemutatnunk senkinek, egy sikeres NK pályázatnak köszönhetően sikerül majd az ünnepi könyvhétre kiadni egy verses kötetét, ezt majd az ünnepi könyvhét alkalmából mutatjuk be, de Kürti László is gyakran megfordul a könyvtárunkban, és ő hozza magával a országos elismertségű költőket, a költői est, költők egymás között est keretében, úgyhogy van igény a költészet jobban megismerésére, és ez főleg zenés műsorokkal párosítva nagyon népszerű a könyvtárban. Ugye nagyon fontos, hogy olvasóvá neveljük a gyerekeket, és talán nekik még lehet, hogy egy kicsit több idejük is van arra, hogy a könyvtár nyugalmas csendjében egy picit elmélyüljenek, vagy akár zsibongjanak, mert hiszen erre is van lehetőség. Az ő számukra a tavasz mit kínál? Elsősorban a kisebbeket a Csiriptanyán várjuk,
kézműves foglalkozással. Ugye van egy havi témaajánló, ez elsősorban a tavaszi kézműves foglalkozás jön, a húsvét, arra készítenek különböző ajándékokat, kézzel készített húsvéti dolgokat, valamint hát a gyermekkönyvtárunk, az az alapja a gyermekek olvasóvá nevelésének. Ott is havi programajánló, témaajánló van óvodásoknak, iskolásoknak, megadott tematika alapján, szintén ugye áprilisban most a húsvét a téma, illetve a közelgő anyák napja is. Erre kínálunk programokat, gyermekkönyvtárunkban a Cseperedő Klub is minden hónapban várja most már nagy érdeklődéssel, a Cimbora Klub is, folytatjuk a Minden Tudás Könyvtára gyerekeknek című ismeretterjesztő előadás sorozatunkat, a nagyobbakat ugye várja az ifjúsági térünk, most terünk, most nyílt április 3-án Anna Frank vándorkiállítás, úgyhogy az is ebben a hónapban még megtekinthető, és a felnőtteket is különböző író-olvasó találkozókra, könyvbemutatókra és kiállítás megnyitókra várjuk egész hónapban. Hát Anita, köszönjük szépen, aki pedig ezt nem tudta megjegyezni, annak javasoljuk, hogy böngészze a könyvtár weboldalát, mert ott minden napra kész információt megtalál.